Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Herodes király idejében Jézus megszületett a Judei Betlehembe, így napkeltő bölcsek jöttek Jeruzsálembe és tudakolták. Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte. Meghallotta ezt Herodes király, és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a népírás tudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születni a messiásnak. Azok így válaszoltak. A Júdeai Betlehembe, mert ezt írja a proféta, te Betlehem, Júda földjem, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jöjj ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek. Erre Herodes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe, menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, s ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte. Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám a csillag, melyet napkelten láttak, előttük járt, még meg nem állapodott a ház fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses zsákjaikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tövényt és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Herodeshez, más úton tértek vissza országukba. Ezek az evangélium igéi. Evangélium tanítása. Kedves esvérek, napkeleti bölcsek figurája olyan nagyon kegyesen és kedvesen illeszkedik a karácsonyi eseménycsorhoz. Gyakorlatilag minden Betlehembe megjelenítjük őket, a szerecsent, a mórt, a boldizsárt, a stb. Barna bőrrel és turbánnal, mint ahogy a napkeleti bölcseket, általában a 19. század ikonográfiai hagyománya elképzeltem, ez megy tovább. Így szocializálódtunk, itt is van három napkeleti bölcs figura. De mi a lényeg? Mi az, ami ezen a jámbor hagyományon, ami szentírási kinyilatkoztatott igazság túlmutat? Mi az, amiben itt és most számunkra ez a három mitikus alak, akikről a szentírás említést tesz, példa, mit tud mondani ez a három napkeleti bölcs modern és egyáltalán nem bölcs korunknak? Ha lehántjuk azokat a rétegeket és hagyományokat, amelyeket az emberi képzelet még ehhez hozzáfűzött, hogy tudnélik Gáspár Menyhért Boldizsárt lett volna a nevük, ha hozzá lehántjuk azokat a szentírási alapokat nélkülöző elképzeléseket, amiket a korok és az idők még személyükhöz kapcsoltak és rájuk aggattak, többek között például azt, hogy ha már egyszer királyok és aranyat töményt hoznak, hogy akkor tevék áradata özönlik hozzá, ez az ízes proféta jövendőlésén alapul, amit itt most hallottunk, de hát az egyáltalán nem biztos, hogy a napkeleti bölcsek is ténylegesen tevék hordozta kincsekkel érkeztek, már csak azért sem, mert ókorban vagyunk, amikor egy ilyen tömegű ajándék halmazzal utazni nem volt egy életbiztosítás. Egy-kettő, hogy mit csinál a szent család mondjuk egy zsák aranyjal, és tömjénvenni és mirhával, amit kaptak. Tehát sokkal inkább valószínű, hogy itt nem kincses zsákokról van szó, hanem szelencékről, aprócska tárgyakról, amivel könnyű szerrel tudtak utazni, és amit a szent család adott esetben könnyen pénzé tudott tenni. Tehát ha lehántjuk ezeket a képzeletünkben személyükhöz, igazodott személyükhöz kapcsolt strukturális elemeket, akkor mit látunk? Azt, hogy ez a három napkeleti figura a pogány népek szimbóluma. És a pogány népek, hiszen ők nem Izrael kiválasztott gyermekei voltak, ha már napkeletiek és bölcsek, ezek a pogány népeket szimbolizáló személyek megkeresik és meg is találják az Istent. Az üzenet máig hatóan tehát ez, hogy Isten üdvösséget hozó ígérete érvényes mindenkor minden emberének.
függetlenül attól, hogy hol lakik, függetlenül attól, hogy milyen utat kell neki személyesen bejárni Betlehemig, a saját Betlehemünkig, függetlenül attól, hogy sivatagon kell átkelni, vagy milyen terheket, milyen kereszteket kell hordozni, és milyen problémákat kell legyőzni, függetlenül attól mindegyikünk meghívott, hogy a saját Betlehemünkben, a saját szívünkben megszületett Isten fiához odaérjünk, hogy megtaláljuk őt és fölkeressük, hogy hódoljunk előtte. Döbbenetes, hogy ugyanezt az üzenetet mondja Heródes is, ám szívében ellentétes előjellel és szándékkal. Heródes, akiről tudjuk, hogy egy hatalmi tébolyban, egy hatalmi mámorban szenvedő uralkodó volt, egyáltalán nem az a szándék vezette, hogy őszinte szívvel hódoljon a gyermek előtt. És amikor rájött arra, hogy a tudósok bölcsek őt kiátszották, akkor kegyetlenül lemészároltatta a 2 éves kor alatti gyermekeket Betlehem egész környékén. Ez is történelmi tény. Nem csak a Szentírás tudósít róla, hanem beszél Józsefus Flavius is, a római szolgálatában lévő zsidó történetíró. Van tehát profán forrásunk is, amelyik egybecseng ezzel az eseményen. Nos, tehát Heródes ugyanazt a szellemi és lelki hívást, ugyanazt a küldetést, ugyanazt a feladatot kapja, mint amik mindegyikünk, hogy zarándokoljunk el a szívünkben lévő Betlehemhez, ő fizikálisan is, hogy találkozzunk a kisdeddel, de nagyon nem mindegy, hogy ennek mi a szándéka. Hogy valódi találkozás akar ez lenni a szív mélyén, a fejedelemmel, a királlyal, vagy féltékenységből az ő rontására, az ő meggyilkolására, saját hatalmi hóbortunk kitombolására használjuk-e fel ezt a találkozást. A két lehetőség tehát adott. A napkeleti bölcsek őszinte szívvel, Heródes igaztalan szándékkal tette volna ugyanazt. Mindegyik tett is az ügy érdekében. Vagyis az idők végezetéig szóló üzenet nagyjából ez. Isten téged is meghívott arra, hogy találkozz a szívedben lévő üdvözítővel, de hogy te mit teszel és te hogy reagálsz, az nagy mértékben attól függ, hogy mire vagy kondicionálva, mi a szíved szándéka, és mi az a mentalitás, ami téged vezet. Őszinte a szándékod, vagy igaztalan vagy Isten előtte.